12. fejezet Menekülés a gázlóhoz Mikor Frodo magához tért, még mindig a gyűrűt szorongatta kétségbe esetten. Ott hevert a tűz mellett, amelyet jócskán megraktak, és vígan égett. Három társa fölébe hajolt. – Mi történt? Hol a sápad király? – kérdezte dúltan. Annyira örültek, hogy a szavát hallják, hogy egy darabig még felelni sem feleltek. Különben sem értették a kérdést. Sikerült végül kiszednie Samuból, hogy ők semmit sem láttak, csak a feléjük közeledő elmosódó árnyalakokat. Majd Samu egyszer csak rémülten észlelte, hogy ura eltűnt. E pillanatban egy fekete árny rohant el mellette, s ő is elesett. Frodo hangját hallotta, de mintha nagyon messziről, mintha a föld alól szólt volna, és olyan különös szavakat kiáltott. Aztán már semmi mást nem láttak, míg csak bele nem botlottak Frodó testébe. Úgy hevert ott, mint a halott, arccal a fűben, alatta a kardja. Vándor rájuk parancsolt, hogy vegyék fel, fektessék a tűz mellé, aztán eltűnt. De ennek már jó ideje. Samunak szemmel láthatóan kétségei támadtak vándorral kapcsolatban, de az éppen miközben a többiek beszélgettek, visszatért. Váratlanul felbukkant a sötétben. Megriadtak, Samu kardot rántott, s odaállt Frodo elé, de vándor gyorsan letérdelt a sebesült mellé. – Én nem vagyok fekete lovas, Samu – mondta szelíden, s még csak a cimborájuk sem. Megpróbáltam felderíteni, hol s merre lehetnek – de nem találtam semmit. El nem tudom képzelni, miért tűntek el, és miért nem támadnak újra. De a jelenlétük nem érződik sehol a közelben. Mikor végighallgatta, hogy Frodóval mi történt, nagyon megrendült, fejét csóválta és felsóhajtott. Majd megmondta Pipinnek és Trufánok, kis kannáikban forraljanak annyi vizet, amennyit csak tudnak, hogy legyen, mivel kimosni a sebet. «És rakjátok állandóan a tüzet, hogy Frodó melegen legyen!» mondta. Aztán fölállt, odébe ment, és odaszólította Samut. Azt hiszem, most már kezdem érteni a dolgot, mondta halkan. Úgy látszik, ellenségeink csak öten voltak. Hogy miért nem jöttek, mind azt nem tudom, de ellenállásra azt hiszem nem számítottak. Pillanatnyilag visszahúzódtak. De félek nem messzire, ha nem tudunk elmenekülni, valamelyik éjjel megint jönnek most várnak, mert azt hiszik, sikerült, amit akartak, és a gyűrű már nem menekülhet sokkal messzebb. Attól tartok, Samu, abban a hiszemben vannak, hogy urat halálosan megsebesült, s így kényre kedvre ki van szolgáltatva nekik. Majd meglátjuk. Samu a könnyeit nyelte. Ne es kétségbe, mondta Vándor. Bíznotok kell bennem. A tifrodótokat keményebb fából faragták, mint hittem volna, bár Gandalf megmondta, hogy erre nyugodtan számíthatok. Nem ölték meg, s azt hiszem, jobban ellenáll a sebb gonosz erejének, mint ellenségei hinnék. Én elkövetek mindent tőlem telhetőt, hogy segítsek rajta, és meggyőződésem, hogy meggyógyítom. Őrizzétek jól, amíg én távol vagyok. Elindult sietős léptekkel, s elnyelte a sötét. Frodo elszundított, bár sebe egyre jobban fájt, s a gyilkos hideg is átkúszott a vállából a karjába és oldalába. Barátai örködtek fölötte, melengedték, borogatták a sebét. Telt múlt az éjszaka. Már pirkadt a láthatáron, a horpadás megtelt szürke homályjal, mire Vándor végre visszaérkezett. Nicsak. Kiáltott fel, lehajolt, fölvett a földről egy fekete palástot, amely ott hevert a sötétben észrevétlen. Szegélye fölött arasznyi hasadás. Ez Frodo kardjának a nyoma, mondta. Más kárt sajnos nem tett az ellenfélben, hiszen a kard ép, márpedig ha a félelmetes királyt éri, minden penge megsemmisül. Elberet neve gyilkosabb hatással volt rá. S Frodóra ez még gyilkosabbal, újra lehajolt, s fölvett egy hosszú, keskeny pengéjű tört. Hidegen csillogott, ahogy vándor fölvette, és látszott, hogy az élek kicsorbult, s a hegye letörött. De amint magasra emelte a szürkületben, döbbenten látták, hogy a penge, mintha elolvadna, füstként belevész a levegőbe, s csak a markolata marad vándor kezében. Ez az, kiáltotta vándor, ez volt az az átkozott tőr, amely sebet rajta. Manapság alig akad vajákos, aki az ilyen gonosz fegyver okozta sérülést képes lenne meggyógyítani, de megteszem, ami tőlem telik. Leült a földre, térdére fektette a tőr markolatát, s különös, idegen nyelven rázendített egy lassú dalra. Aztán a tör maradványát félretéve Frodóhoz fordult, s néhány gyöngét szót szólt hozzá, amit a többiek nem értettek. A derék lógó zacskóból valami növény hosszú leveleit húzta elő. Ellevelekért, mondta, messzire kellett elmennem, mert e csupasz dombokon nem nő, de az úttól délre a sűrűben az illatok után rájuk találtam. Elmorzolt egy levelet az ujjai közt, kellemes, kisé csípős illata volt. Szerencse, mert ez az a gyógyító fű, amit a nyugat emberei hoztak középföldére. Ők Atalasznak hívták, de manapság nagyon ritka, s csak olyan helyek közelében nő, ahol egykor ők laktak vagy táboroztak. Északon nem is ismerik, csak néhányan, akik megjárták a vadont. Nagy hatású, de megeshet, hogy ilyen sebre, mint ez, gyógyereje gyöngének bizonyul. Forró vízbe dobta a leveleket, s kimosta Frodó sebét. A gőznek üdítő illata volt, s akik nem sebesültek meg, azok is érezték, hogy lecsillapszik, és megtisztult tőle a lelkük. A növény hatott valamennyit a sebre is, mert Frodo érezte, hogy a fájdalom, s oldalában a fagyos hideg is enyhül. Karjába azonban nem tért vissza az élet, s a kezét se fölemelni, se használni nem tudta. Keserűen bánta az ostobaságát, s szemrehányást tett magának akarata gyöngeségéért, mert most értette meg, hogy amikor a gyűrűt az ujjára húzta, nem a vágyának, hanem ellenségei parancsoló akaratának engedelmeskedett. Több renget, hogy most már élete végéig nyomorék marad-e, s hogy hogyan folytatják majd az útjukat. Annyira legyöngült, hogy képtelen volt talpra állni. A többiek is ugyanezt tárgyalták, azt rögtön eldöntötték, hogy a széltetőt, amint lehet, ott hagyják. Azt hiszem, mondta Vándor, hogy az ellenség már napok óta figyelte ezt a helyet. Ha Gandalf egyáltalán járt itt, bizonyára rákényszerítették, hogy tovább lovagoljon, ő tehát nem jön vissza. A tegnapi támadás után minden esetre nagyon veszélyes lenne itt bevárni a sötétet. Nagyobb veszéllyel, akár merre tartunk, nem igen kell szembenéznünk. Amint teljesen kivilágosodott, sietve ettek valamit, és összecsomagoltak. Frodo nem tudott járni, így hát holmiának részét elosztották négyük közt, s frodót t fölültették a pónira. Az utóbbi néhány nap alatt a szegény állat csodálatosan összeszedte magát, láthatólag meghízott és erőre kapott, s mintha új gazdáit is kezdte volna megszeretni, kivált kép Samut. Páfrány pockó ugyancsak keményen bánhatott vele, ha a póni ennyivel jobbnak találta a vadonbeli utazást előző körülményeinél. Délnek indultak. Ez annyit jelentett, hogy keresztezniük kell az utat, de így juthattak a leggyorsabban erdősebb vidékre. Márpedig kellett a tűzre való, hiszen Vándor megmondta, nem szabad, hogy Frodó fázzék, különösen éjszaka, s a tűz egyben valamennyiük számára némi védelmet jelentett. Az is vándor ötlete volt, hogy egy másik nagy kanyart levágva rövidítsék meg az utat. Az út ugyanis a széltetőn túl irányt változtatott, s nagy ívben elkanyarodott éjszaknak. Lassan és óvatosan megkerülték a domb délnyugati lejtőit, s hamarosan elérték az utat. A lovasoknak nyomuk se volt, de épp amikor sietve átvágtak az úton, valahonnan messziről két kiáltást hallottak. Egy zord hang kiáltott – s egy másik zord hang válaszolt rá. Reszket veszaporázták meg lépteiket, s ugyancsak igyekeztek az erdő felé. A táj délre lejtett, vad volt és úttalan, sűrű foltokban nőtték be a bokrok és satnya fák, de közöttük nagy és csupasz tisztások ásítottak. A fű gyér volt, durva szálú és szürke, a fákról színüket vesztett levelek hultak. Vígasztalan vidék. Lassan, komoran haladtak. Szavuk is alig volt, miközben kutyagoltak. Frodónak a szíve, ahogy elnézte őket. Lehorgat fejjel, és a terhük alatt görnyedezve rótták mellette az utat. Még vándorról is lerít, hogy fáradt, s hogy nehéz a szíve. Még véget sem ért első napi útjuk, Frodo fájdalmai megint fokozódtak, de jó darabig nem szólt róla négy nap telt el, s a vidék, a táj alig változott körülöttük. Épp csak a széltető tűnt el lassan a hátuk mögül, s a hegyek valamivel közelebb magasodtak előttük. Azóta, hogy azt a távoli kiáltást hallották, se nem látták, se nem hallották semmi jelét, hogy az ellenség észrevette volna a szökésüket, vagy követte volna őket. Rettegtek a sötétség óráitól, s kettesével örködtek egész éjszaka, készen rá, hogy bármelyik pillanatban megpillanthatják a felhő fátyolos hold fényétől szürke éjszakában feléjük lopakodó árnyakat. De nem láttak semmit, és ezt se hallottak mást, csak aszott levelek és száraz fűzizegését. És egyszer sem érezték, hogy közvetlen veszély fenyegetné őket, mint akkor a támadás előtt, a horpadásban. De azt remélni sem merték, hogy a lovasok már is nyomukat vesztették volna. Talán csak arra várnak, hogy valami szurdokban rajtuk üssenek? Az ötödik nap vége felé útjuk megint fölfelé vezetett, kifelé abból a széles és sekély völgyből, ahová leereszkedtek. Vándor újra észak-kelet felé vette az irányt, s hatodik nap fölértek a hosszú és enyhe emelkedő tetejére. Erdővel borított dombok hosszú sora terült el a szemük előtt. Lent a dombok lábánál ott kanyargott az út, jobb felől meg egy folyó vize csillant fel szürkén a fátyolos napsütésben. Egészen távol egy félig ködbe burkolt sziklás völgy mélyén megláttak egy másik folyót. Tartok tőle, hogy kis időre most vissza kell térnünk az útra, mondta Vándor. Rövidesen odaérünk a szürke omboly folyóhoz, amit a tündék mitejtelnek hívnak a völgy zugolytól északra fekvő troll szírtek körüli etten mocsarakban ered, s messze délen egyesül a az zubogó vizével. Azon túl szürke víznek is hívják. Mielőtt a tengert elérni, folyam és sehol nem lehet átkelni rajta az etten sziktől idáig, csak az utolsó hídon, ahol az út is keresztezi. És mi az a másik folyó, ami ott messze látszik? kérdezte Trufa. Az a zubogó, amelyet völgyzugolyban Bruinennek hívnak, mondta Vándor. Az út hosszú-hosszú mérföldeken át a Dombok lábánál fut, a hídtól egészen a Bruinen gázlójáig. Azt még nem gondoltam ki, hogy azon a vízen hogyan kelljünk át. Egyszerre elég egy folyó. Még jó, ha nem arra érünk oda, hogy az utolsó hidat lezárták, hogy ne mehessünk át rajta. Másnap, kora reggel megint leértek az út közelébe. Samu és Vándor előre ment, de semmi nyomát nem lelték, se lovasnak, se gyalogosnak. Itt a dombok árnyékában nem rég esett. Vándor úgy vélte, két napja lehetett, s nyilván minden lábnyomat elmosott. Azóta meg, amennyire meg tudták állapítani, egyetlen lovas sem járt erre kiléptek, amennyire az erejükből telt, s egy-két mérfölddel arrébb egy meredek és rövid lejtő alján megpillantották maguk előtt az utolsó hidat. Rettegtek, hogy itt majd fekete alakok várják őket, de egyet sem láttak. Vándor elbújtatta őket egy erdőcskében az út mentén, s előre ment, hogy a hidat földerítse. S már jött is vissza sietve. Ellenségnek nyoma sincs, mondta. Csak tudnám ez mit jelent. De találtam valami különöset. Kinyújtotta a kezét, s a tenyerén egy halványzöld drágakövet láttak. A sárban lehetem a híd közepén, mondta. Beril, a tündekövek egyike. Szándékosan tették-e oda, vagy véletlenül vesztette el valaki, nem tudom, de minden esetre reményt ébreszt bennem. Jelnek tekintem, hogy átkelhetünk a hídon, hanem a hídon túl már nem mernék az úton maradni, ha csak valamilyen világosabb jelet nem kapunk. Azon nyomban folytatták az utat. Baj nélkül átmentek a hídon, hangot sem hallottak, csak a víz sustorgását a három nagy hídláb körül. Egy mérfölddel távolabb keskeny völgy torokhoz értek, amely utat nyitott észak felé az út baloldalán elterülő dombvidékre. Vándorit befordult, s a kis csoport hamarosan beleveszett a komor dombok lábát kerülgető erdők homályába. A hobbitok örventek, hogy végre maguk mögött hagyták a vigasztalantájat és a veszedelmes utat, de ez az új vidék is fenyegetőnek és barátságtalannak ígérkezett. Ahogy bejebb vágtak, a dombok mind magasabbak lettek. A tetőkön, a dombok ormain itt is, ott is ősrégi kőfalakat, toronyromokat láttak ugyancsak bajós kép volt. Frodo, mivel ő nem gyalogolt, ráért nézelődni és töprengeni. Fölidézte magában Bilbó beszámolóját az útjáról, a fenyegető tornyokról az úttól északra magasodó dombokon, a troll vadon határán, ahol az első komoly kalandja esett. Frodo gyanította, hogy most ők is arra felé járnak, s elgondolkozott, vajon nem épp azt a helyet hagyták-e most maguk mögött, amiről Bilbó beszélt. – Kik laknak erre? – kérdezte. – S kik építették ezeket a tornyokat? Ez itt trollvidék? – Nem – mondta Vándor. – A trollok nem építkeznek. Egy lélek nem lakik erre. Valamikor időtlen időkkel ezelőtt emberek lakták, de nincs maradékuk. Gonosz néppé váltak a legenda szerint, mert Angmar árnyéka hullott rájuk, s mind elpusztultak abban a háborúban, amely az északi királyság végét okozta. Ez azonban olyan rég volt, hogy már a dombok sem emlékeznek rájuk, bár az árnyék még most is megüli ezt a földet. Hol tanultad te ezeket a regéket, ha erre minden kihalt, s még a föld sem emlékezik? kérdezte Pipin. A madarak és a vadak nem mesélnek. Elendil utódai semmit sem felejtenek, ami valaha megtörtént, mondta vándor, s annál, amit én mesélhetek, még sokkal többre emlékeznek völgyzugajban. – Gyakran jártál ott? – kérdezte Frodo. – Gyakran – mondta Vándor. – Valamikor laktam is ott, s ha tehetem, ma is vissza-visszatérek. – Oda húz a szívem, de a sorsom nem az, hogy megüljek békességben, akár elront szépséges házában is. A dombok már-már már teljesen körülzárták őket. Az út a hátuk mögött a Bruinen folyóhoz vitt, de itt se az utat, se a folyót nem látták. – hosszú völgybe értek, keskeny volt és mély, sötét és néma. A sziklákon öreg fák görcsös gyökerei kapaszkodtak, s fölöttük a meredek oldalban fenyő erdővé sűrűsödtek. A hobbitok egyre jobban kimerültek, lassan haladtak, hisz úttalan tájon, kidölt fák közt és kőgörgetegeken kellett utat törniük. Amennyire lehetett, már csak Frodo kedvéért is, igyekeztek a hegymászást kikerülni, meg a szurdokokból nemigen vezetett út felfelé. Harmadnap, hogy ezt a vidéket rótták, esősre fordult az idő. Makacs, nyugati szél fújt, s szemetelő eső formájában szórta a dombok fekete fejére a távoli tengerek vizét. Estére bőrigáztak, táboruk vígasztalan volt, mert még tüzet se tudtak gyújtani. Másnap egyre magasabb és meredekebb dombok meredtek elébük, s kénytelenek voltak az eddigi útiránytól északra eltérni. Vándoron már látszott az aggodalom, majdnem tíz napja, hogy a széltetőt odahagyták, s az élelmük már fogytán. Az eső meg csak esett, esett kitartóan. Aznap egy köves párkányon éjszakáztak egy sziklafal tövében, amelybe egy üreg a féle kőjük mélyett. Frodo nyugtalan volt. A hidegtől s a nedvességtől jobban fájt a sebe, mint valaha, s a fájdalomtól, meg az oldalában érzett gyilkos fagytól egy szemhunyást sem aludt. Forgolódott, dobálta magát, s rettegve fülelt az éjszaka alattomos neszeire, a kövek közt sziszegő szélre, a víz csöpögésére, az ágak recsenésére, egy-egy leszakadt kődarab váratlan koppanására. Úgy érezte, fekete alakok közelednek, hogy megfojtsák. De ahogy felült, nem látott mást, csak a pipázó, s ébren vigyázó vándor hátát. Visszafeküdt, s zavaros álomba merült. Kertje bársonyos gyepén sétált a megyében, de ez a kép valahogy halvány volt és homályos. Koránt sem olyan éles, mint a magas, fekete árnyaké, akik a sövény mögül őrál Reggel arra ébredtek, hogy az eső elállt – most is felhős volt az ég, de a felhők felfelszakadoztak, és fakókék csíkok bukkantak elő közülük. Változóban volt a szélirány is. Nem indultak korán. Mikor hideg és örömtelen reggeliüket elköltötték, Vándor egymaga ment el valahová, a többieknek meghagyta, hogy ott, a sziklafal oltalmában várjanak rá, amíg visszajön. Ha lehet, mondta, megmássza a tetőt, hogy lássa, miféle vidék terül el körülöttük mikor visszatért, beszámolója nem volt valami biztató. Messze eltértünk éjszaknak, közölte, s most valami útfélét kell keresnünk, hogy visszaforduljunk délre. Ha továbbra is erre tartunk, etten szikre érünk, völgyzugojtól jóval éjszakra. Az meg már trollföld, és én nem igen ismerem. Lehet, hogy átvághatnánk rajta, s akkor éjszakról kerülnénk völgyzugojba, de az soká tartana, mert az utat nem ismerem, s az élelmünk is elfogyna addig tehát akárhogy is, de meg kell keresnünk a Bruinen gázlót. Egész nap a kőtengert kutatták. Nagy sokára leltek is két domb közt egy átjárót, amely egy észak-déli völgyben nyílt, s az megfelelt a kívánt útiránynak, de este felé megint csak hegygerinc torlaszolta el az útjukat, a sötét hegy hát úgy rajzolódott ki az égre, mint egy csorba fűrész. Választhattak. Visszafordulnak, vagy átmásznak rajta. Úgy döntöttek, megpróbálják. Frodo hamarosan kénytelen volt leszállni a póniról, s attól kezdve gyalog botorkált. Még így is elelfogta őket a kétségbeesés, hogy a pónit elveszítik, sőt, azért is, hogy ők hol vetik meg a lábukat ekkora teherrel a hátukon. Szinte vak sötét volt, s ők halálos fáradtak, mikor végre-végre a tetőre értek tovább vonzolták magukat egy keskeny nyerekbe két csúcs között, ahonnan a hegyoldal alig valamivel előttük meredeken tört le. Frodo elnyúlt a földön, hidegrázta. Bal karja élettelen volt, oldalát, vállát, mintha jeges karmok hasogatnák, s mintha homályos árnyak lennének körülötte a fák és a sziklák. Nem mehetünk tovább, mondta vándornak trufa. Félek, hogy Frodónak már ez is sok. Szörnyen aggódom miatta. Most mit évők legyünk? Gondolod, hogy zugolyban, ha egyáltalán eljutunk odáig, meggyógyítják? Majd meglátjuk, mondta Vándor. Én itt a vadonban mást nem tehetek, s főleg a sebe miatt erőltetem annyira az iramot, de azt belátom, hogy mai éjjel már nem mehetünk tovább. Mi a baja az uramnak? kérdezte súgva Samu, s könyörögve nézett Vándorra. Hisz a sebe kicsi volt, és be is fort nem látni mást, csak a vállán egy hideg fehér heget. Frodót az ellenség fegyvere érte, mondta Vándor. A heg alatt valami méreg vagy más gonosz dolog munkál, s az én tudományomat meghaladja, hogy kikergessem annét. De ne ad fel a reményt, Samu. A magasan fekvő gerincen hideg volt az éjszaka. Az öreg fenyő görcsös gyökerei közt aprók tüzet kuporítottak, s a fa fölébe borult a sekély az afféle kőfejtő lehetett valaha. Összebújva ülték körül a tüzet. Fagyos szél sűvített át a nyergen, hallották, hogy alant nyögnek, sóhajtoznak a fák. Frodo félálomban hevert, képzeletében óriás fekete szárnyak suhogtak fölötte, a szárnyakon üldözők lovagoltak, s keresték őt a dombok minden zugában tisztán, vidáman köszöntött rájuk a hajnal, a levegő, mint a kristály, s az eső mosta égen halavány napsütés. Szívük megtelt bizakodással, s alig várták, hogy a nap fölmelegítse végre elgémberedett tagjaikat. Amint kivilágosodott, vándor magával vitte trufát, hogy a nyerektől keletre eső csúcsról áttekintsék a tájat. Mire visszaértek, immár vigasztaló hírekkel már magasan ragyogott a nap. Többé-kevésbé jó irányba mennek. Ha erre folytatják az utat, a domb túloldalán balkész felől kell látniuk a hegyeket. Elől nem is olyan nagyon messze, Vándor megpillantotta a zubogót is, és, noha odáig nem láthatott, tudta, hogy a gázlóhoz vezető út ott halad a feléjük eső parton, a folyó közelében. Kénytelenek vagyunk újra lemenni az útra, mondta. Abban hiába reménykedünk, hogy ösvényt lelünk a hegyeken át. Akármilyen veszélyes is, a gázlóhoz másként nem jutunk el, csak az úton. Ettek, s mindjárt föl is kerekedtek. Lassan leereszkedtek a gerinc déli lejtőjén. Sokkal könnyebben ment, mint várták, mert a lejtő ezen az oldalon nem volt olyan meredek, s Frodo rövidesen újra nyerekbe szállhatott. Páfránypockó, szegény vénpónia olyan képességről tett tanúságot, amire egyikük se számított. Mindig talált valamiféle ösvényt, s ezzel sok fölösleges zötyögést megtakarított a lovasának. A társaságnak megint földerült a kedve. Még Frodo is jobban érezte magát a reggeli napsütésben, bármintha újra valami köd szállt volna a szemére, s ilyenkor meg kellett dörzsölnie, hogy lásson. Pipin valamivel előtte járt a többieknek. Egyszerre megfordult és hátra kiáltott. Ösvény! Mikor odaértek, látták, hogy igaza van. Valóban ösvény indult onnét, kanyarogva szelte át az erdőt. Odalent kiért belőle, majd túlnan a dombtetőn megint elveszett szem elől. Helyenként alig volt látható, benütték a bokrok, eltorlaszolta egy-egy kidölt fa, kőgörgeteg, de látszott rajta, hogy járt út erős karok vágták, és súlyos léptek taposták ki. Vén fákat vágtak ki, döntöttek le, jókora köveket ástak ki, gördítettek félre, hogy járható legyen. Egy darabig az ösvényt követték, mert az volt a legkényelmesebb út lefelé, de óvatosan haladtak, s aggodalmuk nőttön nőtt, ahogy az ösvény a sötét erdőbe érve egyre szélesebb lett és simább egy fenyves sávból váratlanul kibukkanva meredeken ereszkedett le a domboldalon, majd egy sziklás kiszögellést megkerülve élesen balra fordult. Oda érve körülnéztek, s látták, hogy az ösvény vízszintes vágatban fut tovább, egy fákkal koronázott alacsony szírt tövében. A kőfalban egyetlen nagy sarokvason rozzant ajtó, félig nyitva. Az ajtó előtt mind megálltak, Mögötte barlang volt, vagy kőkamra, de a homályban odabent nem látszott semmi. Vándor, Samu és Trufa nekiveselkedett, és sikerült is valamivel szélesebbre tárniuk az ajtót, aztán Vándor bement, és Trufa utána. Nem mentek messzire, mert a földet régi csontok borították, és a bejárat közelében semmi más nem volt látható, csak néhány nagy üres korsó és törött bögre. Hát, ha valaha létezett ilyesmi, akkor ez trollüreg, mondta Pipin. Gyertek ki, aztán gyerünk tovább, most legalább tudjuk, hogy kivágta az ösvényt. Minél hamarabb odébb állunk, annál jobb. Kár annyira sietni azt hiszem, mondta Vándor, ahogy kijött. Trollüreg az biztos, de látszik, hogy hagyták. Azt hiszem, nincs mitől tartanunk, de minden esetre legyünk óvatosak, aztán majd meglátjuk. Az ösvény az ajtón túl is folytatódott, s továbbra is szintben haladt, míg nem egy sűrű erdőben meredeken lejteni nem kezdett. Pipin, akinek vándor előtt nem akaródzott a félelmét kimutatnia, előre ment trufával. Mögöttük Samu és vándor haladt, Frodo póniának két oldalán, mert az ösvény itt már elég széles volt, hogy akár négy-öt hobbit is elférjen egymás mellett de nem jutottak nagyon messze, s Pipin már futott is vissza, a sarkában megtrufa. Mindkettőről lerít a rémület. – Trollok! – lihegte Pipin. – Lenn a tisztáson, nem messze innét. A fák közt vettük észre őket. – Iszonyú nagyok! – Megyünk és megnézzük, mondta Vándor, s fogott egy botot. Frodo egy szót sem szólt, de Samun látszott, hogy fél a nap magasan járt, átsütött a már-már levelek hullott ágak közt, s ragyogó fényfoltokkal szórta teli a tisztást. Megtorpantak a szélén, a fák közt, visszafojtott lélegzettel belestek. Ott álltak a trollok, három jól megtermett troll. Az egyik épp lehajolt, a másik kettő megnézte. Vándor nyugodtan odament hozzá. Állj fel, vénkő, mondta, s a meggörnyed troll hátán eltörte a botját. Semmi nem történt. A hobbitokban bennak adta lélegzet a meglepetéstől, s még Frodo is elnevette magát. Elnye, mondta, hát elfelejtettük a családunk történetét. Ez biztos az a három, akint Gandalf épp akkor ütött rajta, amikor azon marakodtak, hogyan főzzenek meg tizenhárom törpöt, s velük egy hobbitot. Nem is álmodtam, hogy arra felé járhatunk, mondta Pipin. A történetet jól ismerte. Bilbótól és Frodótól nem egyszer hallotta már, de az igazat megvalva hitte is, meg nem is. Még most is gyanakodva nézte a kőtrollokat, kis szorongással, hogy valami varázslat révén egyszerre életre kelnek. Nem csak a családotok történetét felejtitek el, hanem azt is, amit a trollokról tudtok, mondta Vándor délre jár az idő. Süt a nap, stélztök, és azzal a mesével próbáltok rámijeszteni, hogy trollok várnak ránk a verőfényben. Annyit legalább látnotok kellett volna, hogy az egyiknek madárfészek van a füle mögött. Márpedig az egy eleventról számára elég furcsa fejdísz. Nevettek. Frodo is érezte, hogy felvidul, erőt öntött belé, hogy itt Bilbo első sikeres kalandjának emlékével találkozott. A nap is melegen és vigasztalóan sütött, s mintha a köd is ritkult volna valamicskét a szeme előtt. Pihentek egy kicsit a verőfényben, s az ebédjüket épp a troll hatalmas lábának árnyékában költötték el. – Énekeljen már valaki valamit, amíg még süt a nap – mondta Trufa, mikor az ebéddel végeztek. – Már napok óta egyetlen dalt, egy fia mesét nem hallottunk. – A széltető óta – jegyezte meg Frodo. Mindenki ránézett. – miattam ne aggódjatok, tette hozzá. Már sokkal jobban vagyok, de énekelni még nem hiszem, hogy tudnék. Samu talán képes előásni valamit az emlékezetéből. Gyerünk, Samu, biztatta Trufa. Több van a te fejedben, mint amennyit megmutatsz belőle. Azt nem tudom, mondta Samu. De hát illendő dolog ez. Amit én tudok, az nem olyan igazi vers, csak a féle zöldség. De ezektől a kőizéktől itt most eszembe jutott valami fölállt, hátrakulcsolta a kezét, mintha iskolában lenne, s rázendített egy régi-régi dalra. A kövön ül troll egyedül, vén csontot csócsál étkeül. Sok év alatt lett csupasz e falat, nehéz volt húst szerezni. Lesni, messzi. Barlangján így bújt szál egyedül, bajos volt húst szerezni. Akkor Toma jött, s a föld döngött, szólt trollhoz. Hé, ez mi az ördög? Tim bácsikám sípcsontjatán? Miért nincs a föld alatt lent? Az rend, az szent. Tim ezen meg a párján ő döngött. Helye ott van a föld alatt lent. Loptam, tról szól, a föld alól. Csontalikban miért lakna jól? Mint holt vályok, hevert bátyót Sípcsontját így találtam, láttam. Málton. Mondtam, véntról jól lakhatol. Neki minek, úgy találtam. Toma így dohog, ej nosza hát, mi dolog, hogy dulhatják így kóborok nyugtuk helyén az őseim? Add vissza a véncsontot. Mondod, koncod? Bizony az övé az, bár halott. Ide nekem a véncsontot. A mindenit. Troll vicsorít, mindjárt csontod lesz számban a síp egy kis friss hús, s a has nem bús, a fogam belevágom, zápom, rágom, véncsont helyett újabb akad itt, a fogam belevágom, s hogy azt hitte épp meg lesz az ebéd, kinyúlt, s csak a semmibe furta kezét. Tom penderült, mögé került, hogy megbillentse keményen. Féljen, mélyen. Toma úgy gondolta, az itt a beszéd, ha megbillenti keményen de kőbehág, s gonoszabba. A láb, ha megcélozza egy troll farát, bizony azzal a hegy birokra megy, s a troll ül, meg sem érzi. Bérci élcnyi. S míg Toma hörgött, troll fogta hasát, nevetett. Pár lábúj érzi, Toma lába oda, hazabiceg a koma, épp már egy csülök, nem lesz soha. Mit bánja troll, ő ott ül, ahol szopogatja a csontot, a csendet. Csendet? Rendet? Ott ült roll, ha leült oda, s nem adja a csontot, a szentet. No hát, ez olyan figyelmeztetés, ami valamennyiünknek szól, nevetett Trufa. Még jó, hogy botta lestél nekik, s nem a kezeddel, vándor. Ezt hol tanultad, Samu? kérdezte Pipin. Még sosem hallottam. Samu érthetetlenül motyogott valamit mert ő szerezte, az ő fejében született, mondta Frodo. Ezen az úton már sokat megtudtam Samuról, először összeesküvő volt, most tréfa mester. A végén még mágus lesz, vagy harcos. Esze mágában sincs, mondta Samu, és remélem is, hogy semmi ilyesmire nem kerül sor. Délután az erdőben folytatták az útjukat. Valószínűleg ugyanazon az útvonalon, amelyet Gandalf, Bilbo és a törpök követtek, sok-sok évvel ezelőtt. Néhány mérföld, s egy magas parton bukkantak elő az út fölött. Az út itt már messze maga mögött hagyta a keskeny völgyben kanyargó szürke ombolyt, s szorosan a dombok lábánál, hol fel, hol le, hol erre, hol arra fordulva tartott az erdő, és a hang a füves domboldalak közt, a gázló és a hegyek felé. Vándor egy sziklára mutatott, amely ott állt nem messze a part tövében. Még látszottak rajta a durván vésett és viharvert törprúnák és titkos jelek. – Nicsak! – mondta Trufa. – Ez az a kő lesz, amely a trollok aranyának rejtek helyét jelzi. Csak tudnám, Frodo, hogy Bilbó részéből mennyi maradt. Frodo ránézett a kőre, s azt kívánta, bár Bilbó ne hozott volna haza ennél veszélyesebb és könnyebben elveszíthető kincset. – Semennyi! – mondta. Bilbó az egészet elosztogatta, Nekem azt mondta, úgy érzi rablóktól származik, s igazában nem az övé. Az út némán nyúlt el a kora este megnyurgult árnyékai alatt. Nyoma sem volt rajta más utazónak. Minthogy ez volt az egyetlen irány, amit követhettek, leereszkedtek a part oldalon, s amilyen gyorsan csak tudtak, nekivágtak balkész felé. Egy dombtető hamarosan elmetszette előttük a nyugatra igyekvő nap sugarát hideg szél várta őket, a hegyekből csurgott elébük. Már nézelődtek, hogy hol találnának az út mentén tábor helyett éjszakára, mikor patadobogás ütötte meg a fülüket, s a szívükbe nyomban visszaköltözött a félelem. Hátra néztek, de nem láttak el messzire a sok dimbes dombos útkanyartól lóhalálában iszkoltak le a kitaposott útról, fel a hangafüves, áfonyás domboldalra, amíg csak egy sűrű kis magyaró cserjésbe nem értek. Ahogy a bokrok közt kikandikáltak, ott látták maguk alatt vagy nyíllövésnyire a szürkületben fakó haloványon elnyúló utat. A patadobogás egyre közeledett. Halk kipi-kipi-kopp mind sebesebben, majd alig hallhatóan, mintha a szél elelsodorná a hangot, fátyolos csilingelést, picike csengetjük csendülését. Ez nem úgy hangzik, mint a fekete lovasok dobogása, mondta Frodo, s élesen fülelt. A többi hobbit reménykedve rábólintott, de csak nem múlt el a gyanakvásuk. Annyira féltek az üldözőiktől, hogy a hátuk megett minden ezt bajósnak, fenyegetőnek véltek. De vándor most lehajolt, egész a földig, füléhez tartott kézzel, s csupa öröm volt az arca. Kihúnyt a fény. A bokrokon halkan zizektek a levelek. Mind közelebb-közelebb hallatszott a csilingelés, és az ügető paták kipi-kipi kopja. S hirtelen megpillantottak egy vadul vágtató fehér lovat a derengő árnyak között. Szerszámja, mintha csillagfényű drágakövekkel lenne kirakva, meg megcsillant a szürkületben. A lovas hátra csapta a csukjáját, s palástja csak úgy lobogott mögötte, aranyhajába bele, -bele a szél, ahogy hajszolta a lovát. Frodo úgy érezte a lovas alakján, öltözékén, mint könnyű fátyol, fehér fény izzik át. Vándor fölpattant, skurjongatva a hangafűben nagyokat szökkenve rohant az út felé, de még mielőtt megmoczant vagy elkiáltotta volna magát, a lovas már vissza is fogta a lovát, megállt, s fölnézett a cserjésre, ahol álltak. Mikor vándort megpillantotta, leszállt a nyerekből, s elébe szaladt. Ájnave dúj dúnadan, máj govannen, kiáltotta. Szava és tisztán csengő hangja semmi kétséget nem hagyott bennük. A lovas a tünde tagja. Széles e világon nincs más, amit hallgatni ekkora gyönyörűség de mintha valami űzöttség, félelem bujkált volna a szavában, s látták, sietősen és nyomatékosan magyaráz valamit vándornak. Vándor intett nekik, a hobbitok előjöttek a bokrok közül, és leszaladtak az útra. Ő Glorfindel, aki elront házában lakozik, mondta a vándor. Üdvnéked, a szívem örvend, hogy végre megleltelek, mondta a tünde úr Frodónak. zugolyból küldtek, hogy kutassalak fel, Féltünk, hogy bajba jutottatok az úton. Gandalf tehát megérkezett völgyzugajba? Kiáltotta boldogan Frodo. Nem, amíg én elindultam, még nem, de annak már kilenc napja. Felelt Glorfindel. Elrond aggasztó híreket kapott. Néhány atyám fia, miközben a ti földeteken utazott a Barandúinon túl, megtudta, hogy balul ütöttek ki a dolgok, és sietve hírt adott róla. Azt mondták, a kilencek elhagyták a hazájukat ti meg eltévettetek, súlyos teherrel a vállatokon, anélkül, hogy bárkitől is útmutatást kaptatok volna, hiszen Gandalf még nem tért vissza. Kevesen vannak völgyzugajban, akik nyíltan kilovagolhatnának a kilencek ellen, de aki csak akadt ilyen, azt elront mind elküldte éjszakra, nyugatra és délre, mert azt hitték, hogy megpróbáltatok messze kitérni az üldözőitek elől, s talán eltévettetek a vadonban. Az én dolgom az volt, hogy végigjárjam az utat. El is jutottam mitejtel hídjáig, s ott jelet hagytam, úgy egy hete már. Sauron három szolgája ott volt a hídnál, de visszavonultak, és én nyomon követtem őket nyugat felé. Két másikkal is találkoztam, azok meg eltértek délre. Azóta keresem a nyomotokat. Két napja ráakadtam, s követtem a hídon túl, ma pedig rábukkantam, hogy a dombok közül hol ereszkedtek le. De hagyjuk ezt. Több hírre nincs időnk, mint hogy itt vagytok, vállalnunk kell az út veszélyét. Gyerünk hát! Öten vannak az üldözőink, s ha megtalálják a nyomatokat az úton, mint a szélvész erednek utánunk. Hogy a másik négy merre jár, nem tudom. Félek, hogy már megszállták a gázlót ellenünkben. Miközben Glorfindel beszélt, elmélyültek az éjszaka árnyai. Frodo érezte, hogy erőt vesz rajta a kimerültség. Mióta lement a nap, a köd is megsűrűsödött a szeme előtt, s úgy érezte homály száll alá az ő és barátai arca közé. Most belé hasított a fájdalom, és kínoszta a hideg is. Megtántorodott, megragadta Samu karját. – Uram, beteg és sebesült! – mondta mérgesen Samu. Napszáta után képtelen tovább lovagolni. – Pihennie kell! – Glorfindel elkapta Frodót, aki már-már a földre hanyatlott. Gyöngéden megtartotta a karján, s mély aggodalommal nézett a szemébe. Vándor Kurtán beszámolt a széltetői táborukat ért támadásról és a gyilkos törről. Elővette a markolatot, amit megőrzött, s oda nyújtotta a tündének. Az megborzongott, ahogy kezébe vette, de alaposan megvizsgálta. Gonosz dolgokat rúttak-e markolatra, mondta bár a ti szemetek talán nem is látja. Őrizzed, Aragorn, amíg vissza nem térünk az errontházba. de légy óvatos, és csak akkor vett kézbe, ha muszáj. Sajnos nem értek a sebek gyógyításához, amit e fegyver ejt. Megteszem, amit tőlem telik, de a legtöbb, amit tehetek, hogy sürgesselek, gyerünk tovább azonnal. Újjával kitapogatta Frodó vállán a sebet, arca még jobban elkomorodott, mintha az, amit megtudott, nyugtalanítaná de Frodo érezte, hogy ettől is enyhül a hideg karjában oldalában. Valami kis melegség kúszott le a vállából a keze fejébe, s a fájdalma is alább hagyott. Mintha még az est homá is világosodott volna valamicskét körülötte, mint amikor felszakad a felhő. Most tisztábban látta barátai arcát, új remény támad benne, és visszatért az ereje. Száj át az én lovam hátára, mondta Glorfindel. – majd rövidre csatolom a kengyelt. Jól szorítsd össze a térdedet, de félned nem kell, a lovam senkit nem vet, akit én ültetek a nyergébe. A járása könnyű és sima, s ha veszély fenyeget, úgy vágtat el veled, hogy még az ellenség fekete csataményei sem érnek a nyomába. Nem, azt nem akarom, mondta Frodo. Veszélyben még akkor sem hagynám magára a barátaimat, ha egyenesen völgyzugolyba, vagy ki tudja, hová ragadna magával. Inkább nem is ülök rá. Glorfindel elmosolyodott. Nem hiszem, mondta, hogy barátaidat bármi veszély fenyegetné, ha te nem vagy velük. Gondolom téged vennének üldözőbe, minket békében hagynának. Te vagy az, Frodo, aki mindannyiunkat veszélybe sodorsz. Te és az, ami nálad van. Erre Frodónak nem volt mit mondania, így hát sikerült rávenni, hogy átüljön Glorfindel fehér lovának nyergébe. A póni hátára meg felkötötték a többiek terhének javarészét, így könnyebben meneteltek, s egy darabig ugyancsak gyorsan, de a hobbitok mind nehezebben tartottak lépést a fáradhatatlan tündével. Most ő vezette őket bele a sötétség torkába, egyre a borús fekete éjszakában. Se csillag, se hold nem volt az égen. Megállni csak szürkületkor engedte őket. Pipin, Trufa és Samu már-már elaludt botladozó jártában, még Vándor meggörnyedt válla is elárulta, hogy fáradt. Frodo a nyerekben mélyen aludt. Elvetették magukat a mély hangafűben pár lépés nyire az út szélétől, s nyomban elnyomta őket az álom. Úgy érezték, alig hunyták le a szemüket, mikor Glorfindel, aki az álmuk fölött örködött, fölrázta őket. A nap már jócskán fönn járt az égen, s a borús éjszaka köde eltakarodott. Higyatok, mondta Glorfindel, s ezüsttel kivert bőrös kulacsából mindegyiküknek töltött egy keveset. Az ital tiszta volt, mint a víz, teljesen íztelen, hideget, meleget sem éreztek a szájukban, de ahogy megitták, mintha egyszerre élet és erő költözött volna a tagjaikba. Ezután még a szikkadt kenyér és a szárított gyümölcs is, mert más élelmük már nem maradt, jobban jól lakatta őket, mint a legkiadósabb reggeli, amit a megyében valaha ettek. Nem volt mögöttük még öt óra pihenés sem, mikor az útnak megint nekivágtak. Glorfindel ugyancsak hajszolta őket, egész nap mindössze két rövid pihenőt engedélyezett. Így aztán estig majd, hogy nem húsz mérföldet lenyomtak, s eljutottak addig a pontig, ahol az út elkanyarodik jobbra, a völgy mélye, a Bruinen felé. A hobbitok eddig semmi jelét nem tapasztalták, hogy üldöznék őket, de Glorfindel megmegállt, fülelt, s ha valamelyikük hátra maradt, arcát elfelhőzte az aggodalom. Néha egy-egy szót váltott vándorral tündenyelven. De bármennyire aggódott is vezetőjük, nyilvánvaló volt, hogy aznap éjjel már nem képesek tovább menni. Már szédelektek és tántorogtak a fáradtságtól, s más se járt az eszükben, csak a lábuk. Frodo fájdalmai megduplázódtak, s napközben minden kísérteties szürke árnyá fakult a szeme előtt. Szinte örült az éjszakának, mert akkor nem lesz olyan fakó és üres a világ. A hobbitok még másnap reggel induláskor is nagyon fáradtak voltak. A gázlóig azonban jó néhány mérföldet kellett talpalniuk, így hát akármilyen ólomlábon, de kiléptek, ahogy az erejükből telt. A legnagyobb veszély a folyónál vár ránk, ha odaérünk, mondta Glorfindel, mert érzem, hogy mindinkább a nyomunkban vannak. A másik veszélyt meg maga a gázló jelenti. Az út most is egyre lejtett, s helyenként két oldalt dús gyep szegélyezte. A hobbitok, hogy fáradt lábukat pihentessék, bele-belegázoltak a fűbe késő délután olyan helyre értek, ahol az út váratlanul szálas fenyők árnyékában, majd nyírkos, vörös kőfalak közt egy mély bevágásban vezetett tovább. Siettükben tulajdon lépteik visszhangja kísérte őket, úgy tetszett, kíséretük támadt. Majd hirtelen, mintha alagútból léptek volna ki a fénybe, kitágult előttük a táj. Meredeken lejtett az út, lent jó egymérföldnyi sík szakasz következett, azon túl meg már ott volt a gázló, s a túlparton völgyzugoly. Oda át meredek, barna part, rajta kanyargó ösvény fölfelé, azon is túl az égre szökő hegyek. Egyik vonulat a másik után, egyik csúcs a másik után, a szürkülő láthatáron. Már elhagyták a bevágást, de a léptek kopogása ezen túl is nyomon követte őket, s valami erősödő suhogás, mintha a fenyőfák ágai közt feltámadt volna a szél. Glorfindel egy pillanatra megállt és fülelt, majd előre szökkent és elkiáltotta magát. – Vágta! – kiáltotta. – Vágta! Nyakunkon az ellenség! A fehér ló megugrott. A hobbitok leszaladtak a lejtőn, mögöttük utóvétként Glorfindel és Vándor. Talán a sík szakasz felénél járhattak, mikor megütötte fülüket a vágtató paták dobaja. A fenyves nyiladékából, amit az imént hagytak maguk mögött, egyszer csak kibukkant egy fekete lovas. Visszafogta a lovát, megállt, kinyújtóztatta a felső testét. Aztán még egy, és még egy, majd még kettő. – Vágtas előre, vágtas! – kiáltotta Frodónak Glorfindel. A hobbit nem fogadott szót neki rögtön, megbénította valami furcsa vonakodás. Lépésre fogta a lovát, megfordult és hátra nézett. A lovasok úgy ültek csataményeiken, mint megannyi fenyegető szobor egy-egy fekete, mozdulatlan domb tetején, s közben a tájra, az erdőre árnyék borult. Frodo egyszerre ráébredt, hogy ők parancsolták szavak nélkül, hogy várjon. Hirtelen föltámadt benne a félelem és a gyűlölet. Keze elengedte a gyeplőt, megragadta a kardja markolatát, s kardja egy vörös villanással kiszökkent a hüvejéből. – Tovább, tovább! – kiáltotta Glorfindel, majd érthető, csengő hangon, tündenyelven rászólt a lóra. – Norolim, norolim, aszfalot! – a fehér ló megugrott, és szélsebesen vágott neki az út utolsó szakaszának. E pillanatban a fekete lovak is neki eredtek lefelé a lejtőn, űzőbe vették, a lovasok meg, hallotta, elordították magukat, félelmesen, mint akkor régen, amikor a hangjuk rettegéssel töltötte el a keleti fertály erdőit. Az ordításukra ordítás volt a válasz. Frodo és barátai kétségbeesésére bal felül is négy lovas vágtatott elő a fenyők és sziklák közül. Kettő Frodonak tartott, kettő meg eszeveszetten vágtatott a gázló felé, hogy elvágja előle a menekülés útját. Frodo úgy érezte, a szélnél is sebesebbek, s ahogy az útjuk egymáshoz közelített, egyre nagyobbnak és feketébbeknek látta őket. Egy pillanatra hátra tekintett, már nem látta a barátait. Az üldöző lovasok is lemaradtak, még az ő hatalmas csataményeik sem értek fel Glorfindel lovával. Aztán előre nézett, s kialudt minden reménye. Úgy rém semmi esélye, hogy elérje a gázlót, mielőtt az a négy, aki lest vetett neki, elvágja az útját. Most tisztán látta őket. Ledobták fekete csukjás palástjukat, öltözékük fehér volt és szürke, fakó kezükben mesztelen kard, fejükön sisak. Szemük jegesen csillogott, s öblös hangon rá, -rá Frodo Frodó lelkét teljesen hatalmába kerítette a félelem, kardja már eszébe sem jutott. Kiáltani se kiáltott, csak behunta a szemét, s belekapaszkodott a lovas örényébe. Hallotta, fütyül mellette a szél, a lószerszámon a csengetjük eszeveszetten élesen csilingelnek, s mikor a tünde ló, mintha csak szárnya lenne, erejét végsőkig megfeszítve, mint egy fehéren úszó szikra villant el a legelől vágtató lovas arca előtt, úgy érte a lélegzete, mint a láncsa gyilkos hegye. Frodo hallotta, hogy csobban a víz. Ott tajtékzott a lába körül. Azt is érezte, hogy a ló nekirugaszkodik, és kilép a partra, s a köves ösvényen a meredek oldalban fölfelé küszködik. Túl volt a gázlón, de üldözői szorosan a nyomában. A kaptató tetején a ló megállt, megfordult és dühösen fölnyerített kilenc lovas átlent a parton, s Frodó bátorsága megingott feléje fordított arcuk láttán. Nem tudta, mi tarthatná vissza őket, hogy játszva átne ne akár csak ő, s ha a lovasok egyszer átkeltek, úgy érezte semmi értelme, hogy nekivágjon a hosszú és bizonytalan ösvénynek, amely a gázlótól völgyzugajba vezet. Egy biztos. Érezte a parancsot, amely megállásra készteti. Újra fölágaskodott benne a gyűlölet, de arra már nem futotta az erejéből, hogy a parancsnak ellent mondjon. A legelső lovas hirtelen megsarkantyúzta a lovát. Az megtorpant a parton és visszahőkölt. Frodo megfeszítette minden erejét, kihúzta magát és kivonta a kardját. – Vissza! – kiáltott rájuk. – Takarodjatok vissza Mordor Mordorföldjére, és nem erjetek utánam jönni! Saját maga is hallotta, hogy hangja vékony és sipító. A lovasok megálltak, de frodo nem volt meg Bombadil ereje. Ellenségei kinevették, harsányon s jéghideg hangon hahatáztak. – Gyere vissza, gyere vissza! – kiáltották. – Elviszünk Mordorba! – Takarodjatok! – suttogta ő. – A gyűrűt, a gyűrűt! – kiáltották azok gyilkos hangon, s a vezetőjük már ugratta is be a lovát a vízbe, két másik megkövette. – Elberetre! – és a szépséges ilyenre, mondta ki Frodo maradék erejével, s magasra emelte a kardját. Sem engem, sem a gyűrűt meg nem kapjátok! Ekkor a vezér, aki már a gázló fele útján járt, fenyegetően kihúzta magát a kengyelben, s fölemelte a kezét. Frodo elnémult. Úgy érezte kiszakad a nyelve, a szíve vadul kalapált. Kardja ketté tört, és kiesett reszkető kezéből. A tündeló prüszkölve hátrált. A legelső fekete ló már-már már kitette a partra a lábát. E pillanatban bömbölés, zúgás támadt, köveket görgető víz harsogása. Frodo homályosan látta, hogy alant megdagad a folyó, s hosszat rohamra indul a hullámok toldíszes lovassága. Frodo úgy látta, fehér lángok cikáznak a tarajukon, s már-már úgy képzelte, a vízben fehér lovasokat lát, tajtékos nyakú, fehér paripákon. A három lovast a gázlók közepetáján elsodorta a víz, eltűntek szem elől, ellepték őket a haragvó habok. A többiek kétségbe esetten húzódtak hátra. Eszmélete utolsó maradékával Frodo még hallotta a kiáltásokat, s úgy rém a habzó lovasok mögött, a túlparton, ragyogó fehér fény alakot lát, mögötte színtelen apró kis alakok szaladnak, lángokat csóválva, s a lángok vörösen csapnak föl a ködben, mely már-már az egész világot elborítja. A fekete lovak eszüket vesztve rémülten szöktek a rohanó árba, hátukon a lovasaikkal. Ahogy tovasodródtak, átható kiáltásaikat elfojtotta a vízrobaja. Frodo úgy érezte elájul, s mintha őt is ellenségeivel együtt ellepte s körülvette volna a robaj és zűrzavar. Immár se nem látott, se nem hallott semmit. Vége az első résznek.